Kedves 21. századi szabadságharcosok! A tavalyi évben ugyanitt a Korvin közben arról beszéltem, hogy bár példaképek kapcsán a mai fiatalok sokkal előbb említenének egy zenészt, vagy egy TikTok influencert, mint az 1956-ban itt harcoló pesti srácokat, de nekünk, akik valódi értékek alapján választunk követendő példákat, számunkra nem kérdés, hogy az az önfeláldozás, amit a Pongrácz testvérek és sok más magyar fiatal mutatott, útravaló való egész életünkben. De ez útra való hogyan is tud megjelenni a gyakorlatban? Sajnos 2023-ra eljutottunk odáig, hogy a magyar fiatalok, a 18 és 29 éves korosztály közel 40%-a külföldön képzeli el az életét. Ennek rengeteg oka lehet és van is, de egy biztos. Ebből a generációból sokan a könnyebb utat akarják választani. De ma mi nem állnánk itt 67 évvel ezelőtt történt eseményekre emlékezve, ha akkor azok a 10 és 20 éves srácok, lányok szintén ezt a könnyebb utat akarták volna választani. Ha akkor nem molotov koktélt és nem fegyvert, hanem menekülési útvonalat és rejtek kerestek volna, csak hogy megúszszák. Az igazán bátrak nem menekülnek el a baj elől, hanem az első sorban harcolnak ellene. Véssük az eszünkbe mélyen, egyik legnagyobb bírónk vasalbert szavait. Mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a kő marad. Szovjet tankok helyett nekünk a XXI. században globalista érdekek ellen kell felvennünk a harcot. Vajon tudunk-e mi a jelenkor pesti srácai lenni? van -e remény arra, hogy harcunk győzedelmeskedjen? 1956-ban a pesti srácok és a magyar szabadságharcosok hiába vártak, nem kaptam segítséget a világtól és Európától a vörös hadsereg elleni küzdelemben. Mi viszont ma nem egyedül küzdünk, hiszen számtalan ország fiataljai mellettünk. Ez bizonyítja a tegnapi nap is, amikor Budapesten a Mi hazánk kifiai szervezésében nyolc európai ország patrióta szervezeteivel tartottunk közös ifjúsági konferenciát. Hollandiától Bulgáriáig, Spanyolországtól Írországig vallottuk és valljuk közösen, az európai immunrendszer él. Külön kiemelném történelmi szövetségeseinket. Lengyel barátainkkal az első sorokban vált válnak vetve állunk ellen a globalista nagyurak nemzet és kultúra romboló törekvéseinek. Külön szeretném ezt nekik is megköszönni. Nyekszsie, Psiás, Polszko, Vengerszka, én a lengyel-magyar barátság! Korvin köz legendás parancsnokának, Pongrácz Gergelynek szavaival zárom beszédemet. Én nagyon bízom a magyar ifjúságban, nagyon bízom bennetek. Nekünk már az egyik lábunk a sírban van, a fákja kiesik a kezünkből, nektek kell átvenni azt a szellemiséget, amiért 1956-ban olyan sok bajtásunk halt meg. Tietek a jövő. Hát ragadjuk meg jó erősen azt a fákját, és mutassuk meg Magyarországnak, Európának és az egész világnak, hogy tőlünk nem lehet elvenni a szabadságot, nem lehet elvenni a jövőnket, minket erre őseink vére kötelez. Köszönöm a figyelmet!